Médiásokként hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy azokat az eszközöket, a médiacsatornákat, amiket használunk, azt mérjük, igyekszünk megérteni, ezen megértés alapján tervezni, eléggé minél pontosabban előre megtervezni, hogy hogyan fog működni, hogyan hat az majd a fogyasztókra. Az az információ, az az üzenet, amit elküldünk, hova fog eljutni, kit hogyan fog megtalálni a történet végén. Ez a kontroll, ez ott van a médiások kezében, és ezt előszeretettel használjuk. A sajtót 100 éve elemezgetjük, szemmozgást vizsgálunk, a közterületet is közel annyi ideje, hány másodperces ablak van a fogyasztó tudatában, amiatt az üzenetünknek át kell mennie. A televízió hogy működik, hogyan kell egy spotot felépíteni, hogy igazán hatékony legyen. Ezt a kontrollt ezt szeretjük kézbe tartani. Az elmúlt években egy kicsit tovább is léptünk, és rájöttünk, hogy az egy jó dolog, hogyha tudjuk, hogy hogy csapódik be az üzenetünk, de azért az se árt, hogyha megértjük, hogy a fogyasztó elközben milyen állapotban van. Éppen félálomban próbál bejutni a munkahelyére, az autóban is rádiót hallgat, esti vacsora közben háttérben szól a televízió, vagy a kedvenc filmjét szakítjuk meg egy 5-8-10 perces reklámblokkal, és ekközben molesztáljuk őt különböző üzenetekkel. Most már azért ezt is kezdjük érteni, és tudjuk használni, a megfelelő médiaeszközöket a befogadás pillanatának megfelelő üzenetekkel. Igen ám, de jött egy új találmány, ez a közösségi média, ami ezt az egészet a feje tetejére borította, na ezt próbáljuk meg megérteni. Ez egy illusztráció próbál lenni, a jobb oldali képet gondolom sokan megkapták, vagy látták Facebook oldalukon, ugye a világverő úszó Michael Phelps első ismert fotója. Mellette az nem egy absztrakt ábra, hanem azt próbálja lekövetni, hogy ez a kép hogyan terjedt el 3 nap alatt a Facebookon, hogyan küldözgették tovább egymásnak az emberek. Ez egy valós, tehát lekövették egész egyszerűen egy trackkel, hogy mi történt. Hát ezt aztán elég nehéz előre tervezni, és nem csak azt kell tudnunk, hogy jó-e a kép és elég vicces-e ahhoz, hogy elkezdjék tovább küldözgetni, hanem azt is, hogy kik azok, akiket meg kell tudnunk találni ezzel a humorral, vagy azzal az üzenettel, azzal az ajánlattal, azzal a felvetéssel, azzal a témával, amit szeretnénk, hogy tovább passzoljon, tovább küldjön. Az a kontroll, amit mi szeretünk kézben tartani, hogy az üzenetünkkel mi történik, hova megy, hát ezt kicsavarta a kezünkből a fogyasztó, és a like gomba van telepítve, és a közösségi médián akkor megy tovább egy üzenet, akkor leszünk sikeresek vele, hogyha ezt értjük és tudjuk használni. Na, hogy ez az értés meglegyen, megnéztük, hogy milyen aktivitási szintek vannak különböző piacokon. Van egy kutatásunk az Aegis csoporton belül, Consumer Connection Systemnek hívják, röviden CCS, és ez egy minden piacon végzett elég nagy mintaszámú egyforrású kutatás. Médiások elég sok ilyennel szoktak dolgozni. És megkértük 17 országban a kollégáinkat, meg hozzácsattuk Magyarországot, így jön ki a 18, hogy nézzék meg ezeket az aktivitási szinteket. Igyekeztünk olyan országokat összevágni, vagy összeválogatni, biztos jól látható a bal szélen a felsorolás. Malajziától Törökországig, benne az észak-európai, dél-európai, mindenféle próbáltunk beleválogatni Egyesült Államokat, ahol azért elég eltérőek az adottságok. Az oszlopok a piacnagyságokat mutatják, a két vonal a internetpenetráció, illetve hát a közösségi média használatot talán a legdominánsabb eszköz a Facebook penetrációjával lehet a legjobban leírni, úgyhogy a Facebook penetrációt mutatja az egyes piacokon. Elég eltérő képek vannak, van, ahol magas internetpenetráció, magas Facebook penetrációval, van, ahol alacsony, de relatíve magas Facebook penetrációval, és van, ahol a közösségi média talán nem annyira, vagy nem a Facebook az a eszköz igazán, amit a közösségi médiából használnak. Tehát ezek elég vegyes képet mutatnak. Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk az aktivitást, 5 különböző szintet határoztunk meg, kezdve az inaktívakkal. Inaktív alatt azt értjük, aki internet használó, tehát havonkénti rendszerességgel megjelenik az interneten és valamit csinál, de nincs közösségi média felülete regisztrálva, nem mondja azt magáról, hogy bármilyen közösségi média felületet fogyasztana. Meglepő módon a megfigyelő az, aki már ott van és figyelgeti, nézegeti, de nem aktív rajta, nem csinál semmit. A kapcsolódó az, aki kapcsolatban lép másokkal, közösségi média oldalakon játszik, megoszt,
lájkol, ajánlat. A kommentáló az, aki a létrehozott megjelenő tartalmakhoz véleményt, megjegyzést, bármit hozzáfűz, azt kiegészíti, bővíti, és úgy küldi tovább, vagy terjeszti tovább. És a szerző az, aki értelemszerűen önálló tartalmat hoz létre, és oszt meg közösségi média felületeken. Ha megnézzük a 18 ország átlagát, akkor az első, ami feltűnő belőle, hogy úgy általában egy közösségen belül az aktivitási szintet ugye a 99-1 arányjal szokták leírni, 90% nézi, 9% beleszól, és 1% az, aki kitalálja meg, mondja a tutit. Ez azért talán nem igaz, lényegesen magasabb az aktivitási szint. A szerzők 20% körüli aránya, és még a kommentálók is közel 20%-os aránya azt mutatja, hogy majdnem a felhasználók fele valamilyen elég magas szintű aktivitással közreműködik itt a tartalmak létrehozásában. Ezeket az átlagokat úgy hoztuk létre, hogy a piacok méretével súlyoztuk a számokat, tehát ez úgy ennek a 18 országnak elég jól leírja a felhasználását. Az igazán meglepő persze emellett, vagy ezek után az, hogyha megnézzük az egyes piacok közösségi média aktivitását, akkor nagyon jelentős eltéréseket láthatunk. Nektek bal oldalon vannak a távol-keleti országok, ott két piac szerepel, Malajzia és Hongkong, és döbbenetes számokat mutatnak, tehát a szerzők, a legaktívabb kategória, az Malajziában 68%, Hongkongban 48%. Ugyanazok arra a kérdésekre adtak választ, mint a 18 piacon a fogyasztók. Másik nagyon kiugró példa az Egyesült Államok, ahol inaktív nincs. Tehát aki havi rendszerességgel internetet használ, az valamilyen közösségi média felületet is fogyaszt vele együtt. Ezzel egyedül állok a felmérésbe. Itt a közepétől egy kicsit balra van Magyarország, mellett a Románia, Szlovákia, Csehország is, hogy egy kicsit a régióba is körülnézhessünk. Érdekes képet mutat a fogyasztásunk, elég magas vagy a közösségi média használatunk, elég magas az aktivitási szint, ugyanakkor aránylag magas az inaktívak szintje is, akik internet használók, de nincsenek közösségi médiában. Ugye a régióban azt kell mondanom, hogy olyan drasztikus eltérések nincsenek ebben vagy ezen a területen. Talán az érdekes még, hogy a jobb szélen látható nyugat- és észak-európai piacok aránylag egységes, nagy, stabil, középső, lájkolgató, nézegető kategóriát mutatnak, és egyre szűk az igazán aktív közösség, akik létrehoznak vagy kommentálnak tartalmakat. Ha egy kicsit jobban megnézzük Magyarországot, és összehasonlítjuk a 18 ország átlagával, akkor az látszik, hogy az inaktív arányunk aránylag magas. Ha már valaki ott van és közösségi médiát elkezdett használni, akkor azért a like gombot azt elég nagy intenzitással szereti nyomogatni. Aránylag kevesen vannak a kommentálók, és kimondottan magas, 27%-os Európában magas a szerzők aránya. Tehát aki már közösségi médiára elvetődött, és ott arra szánta magát, hogy a like gomb nyomogatásánál egy kicsit magasabb aktivitást kifejtsen, az ontja magából a tartalmakat és a véleményt. Rendelkezésünkre ugyanez a felmérés két különböző kutatásában, tehát két különböző időpontban történő adatfelvétellel. 2010 és 2012-es adatot hasonlítunk össze. 2010-ben még 52%-os penetráció, 12-ben 63%-os, úgyhogy a piac is, vagy a teljes felhasználói kör is növekedett. Ami látszik, hogy az inaktívak aránya csökken, 24%-ról 19%-ra, tehát egyre többen azért áramlanak a közösségi média felé. És igazán a sokkoló vagy meglepő az a szerzők arányának drasztikus növekedése, 2 év alatt 13%-ról 27%-ra ment fel. De néhány hipotézist azért, ahogy ezeket a számokat nézegettük és próbáltuk feldolgozni, azt mi is megfogalmaztunk. Talán azért, mert sok olyan téma van, ami aktivitásra ösztönzi az embereket, és kikényszeríti belőlük azt, hogy véleményüket, mondandójukat megosztják másokkal, és kikiabálják magukból. Talán azért, mert nincs igazán más olyan fórum, ahol ezeket a mondandókat képviselni lehet. Ha visszaemlékeztek arra, hogy Észak- és Nyugat-Európában milyen kevés volt az aktívak aránya,
Talán azért, mert ott egy kicsit stabilabb társadalmakban élnek, ahol számos civil fórum létezik, kialakult fórumok és közösségek vannak, ahol az emberek elmondhatják a magukét, és vannak megfelelő platformok, ahol képviselhetik véleményüket. Talán azért ilyen magas az aktivitási arány, vagy nőtt ennyire, mert a hivatalos média, ahol elhangzanak vélemények, az nem igazán a bizalom bűvkörén belül. Talán azért, mert a személyes kapcsolatokra egy kicsit kevesebb időnk van, mint egy stabil, fejlett nyugat-európai piacon, és ebben a rohanásban lehet, hogy a közösségi médián gyorsabb, praktikusabb használni és megosztani azt, hogy éppen mi történik velünk, vagy milyen gondolatok foglalkoztatnak bennünket. És egy másik érdekes dolog, hogy sokan mondjuk, és kevesen kommentálnak. Tehát ebből egy picit talán azt is le lehet szűrni, hogy nagyon sokan akarják elmondani a véleményüket, és nagyon kevesen akarják meghallgatni a másik véleményét, vagy reagálni másik véleményére, vagy vele történt dolgokra a közösségi médián belül. Legyen bármi, az biztos, hogy mára a közösségi média egy olyan eszköz, ami a kommunikációs eszköztárból nem hagyható ki. Ahhoz, hogy igazán a helyére kerüljön, és jól tudják használni a marketingesek, és igazán marketing kommunikációs üzeneteket lehessen rajta megbízhatóan eljuttatni, sokkal jobban meg kell, hogy értsük azt, hogy mik mozgatják a fogyasztókat ezeken a fórumokon és ezeken a felületeken, és ez alapján olyan megbízhatóan kell tudnunk tervezni, hogy mi fog történni üzenetünkkel, hogy valós megtérüléseket lehessen majd számítani, amit ma már minden médiaeszköztől elvár minden megbízó.